Üdvözlöm! Ez a Haraszti Aktuális. Egy olyan sorozat első része, amelyben havonta jelentkezünk, és a Dunaharaszti Városi Önkormányzat, valamint a képviselőtestület legfontosabb döntéseit magyarázzuk el önnek. Mindig a polgármester segítségével. És mindjárt jön is az első kérdés. A hat település támogatásával a Dél-Pesti Jan Ferenc Kórház légkondicionáló berendezéseket tud vásárolni. Miért van szükség a települések összefogására? Taksonyi polgármester Krejsz László kezdeményezte. Pont egy oltakozáson futottunk össze, amikor felvetette, hogy ő összefogná a településeket. Pont a Jan Ferenc kórházban voltam én is, hogy felvegyem a saját oltásomat. Tényleg meleg volt és indokolt oda a légkondicionáló berendezéseket telepíteni. És a hat település összefogott és kifizette ennek a költségét. Településenként nagyjából ez mekkora összeget jelent? Egy másfél millió forintot jelentett. Az egész várost izgalomban tartja a Némedi úti projekt, megszépül Dunaharaszti legforgalmasabb útszakasza. Viszont sokan kérdezik, hogy eltűnnek a fák. Nem tűnnek el a fák, hanem ki lesznek cserélve. Tehát a régi akácfákat vágták ki. Le is fényképeztük, egyébként a nagy része, 80-90% tényleg el volt korhadva, már veszélyesek is voltak. De ha valaki ma végigmegy a főúton, akkor látja, hogy szép új fákat ültettünk oda is, amik egységesek, és tényleg egy olyan arculatot adnak a városnak, annak a része, ami szép. Tehát a Németh úton ugyanez fog történni. Ugye parkolókat építünk, kerékpárutat és járdát, és új fákat is fogunk ültetni ezeknek a kivágott fáknak a helyére. De azt szeretném hangsúlyozni, hogy a város nem arról híres, hogy fákat vágunk ki, több ezer fát ültettünk, erdőt vásároltunk meg, tehát nekünk fontos a zöld szemlélet, kétszer annyi fát fogunk ültetni, mint amennyit most kivágtak. Tehát minden fa helyére egyébként ez jogszabályi kötelesség is, kettő fát kötelező ültetni, mi ezt megtesszük, és továbbiakban is több fát fogunk ültetni. A Némedi út megújításával egy időben a Szent Imre templom kertje is megnyílik a városiak előtt. Igen, hasonlóképpen, mint a Szent István templomnál, ott is ugye a kerítés lebontásra került, és gyakorlatilag a város finanszírozásában az egyháznak való felajánlásával ott is egy szép közparkot építettünk ki, mindenki által látogatható. Ugyanez fog történni a szép új Szent Imre templomnál is, ott sem lesz kerítés, és kb. 60 millió forintot fog a város arra költeni, hogy teljesen megújuljon, lesz benne öntöző berendezés, ott is fákat is fogunk ültetni természetesen, és az is egy üde színfoltja lesz ennek a városrésznek, ráfér erre a városrészre ez. Ha már a ligeti területnél tartunk, a kisposta ügye megkerülhetetlen, augusztus utolsó napjával eltűnik ez a szolgáltatás. Igen, ezt nagyon sajnálom, de nem tudtunk már ezzel mit kezdeni, több mint 5 éve húzódik a postával való együttműködésünk. Kezdetben úgy nézett ki, hogy ez végig tud futni. Több mint 10 millió forintot költöttünk évente a kispostára. Aztán a posta mindig olyan újabb és újabb feltételeket támasztott, ami ezt lehetetlenné tette a további együttműködésünket. Legutoljára az volt a felvetésük, hogy nem tudják ők finanszírozni a két dolgozónak a bérét. Igazából nem is ők finanszírozták, mert az önkormányzat fizette ki, de arra hivatkoztak, hogy ez munkaerő kölcsönzésnek minősül, és ezért szeretnék, hogyha átvennénk. Mi átvettük a két dolgozót, tehát meg felvettük állományba, és mindig egy újabb feladat elé állítottak, megdolgoztatva a kollégáimnak az agyát, de a legvége az lett, hogy mi ezt nem tudjuk felvállalni, mert gyakorlatilag nem, egyrészt nem az önkormányzat feladata, nem értünk hozzá, tehát a postai szolgáltatás tőlem távol áll, erre külön iskola van. Mekkora forgalmat bonyolított a posta? Igazából nem is a forgalom kérdése volt, ami aggasztott, hiszen rendkívül csekély a forgalma a kispostának, csak hogy például havi 11 levelet adtak fel például. De nem ez a lényeg, ez egy érzékeny kérdéskör volt, és ezt mi szerettük is volna tovább csinálni, de még egyszer hangsúlyozom, ez nem lehet, és ez nem csak pénznek a kérdése, hiszen igaz, hogy 20 millió forintot elkölt erre a város, de ez nem erről szól, hanem az, hogy szeretük olyan szolgáltatást megtartani, még annak a gyérforgalomnak is, akik ezt igénybe vették, de sajnos ez nem tud tovább működni. Eljött az a pillanat, amikor vehetünk egy jó nagy levegőt, és újra bulizhatunk. Több rendezvény lesz, legelőször az augusztus 20-ai búcsút fogjuk megtartani a piactéren. Aztán egy nagy szabású előadás lesz, egy musical, ez a Gyöngyhajú lány, ez 22-én lesz a sportcsarnoknak a parkolójában. Lesz ismét vagabond korzó,
valóban korzócska, mert egy kicsit kisebb lesz, nem a megszokott helyszínen tartja meg az Egyesület rendezvényt, hanem a szigeten adunk neki helyet, és hát szeptemberben reméljük, hogy tényleg a negyedik hullám ezt nem söpri le az asztalról, pedig a városnapok lesznek, 10, 11 és 12-én mindenkit arra biztatok, hogy vegyen részt ezen, érezze jó magát, és örüljünk annak, hogy ismét tudunk bulizni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ez volt a Haraszti Aktuális első száma. A műsort megtalálják a Dunaharaszti Város hivatalos oldalán, illetve ott lesz a YouTube csatornán és a Facebookon is, a dunaharaszti.hu oldalon, illetve a Dunaharaszti online portálon, valamint a Kis Duna TV adásában is megtekintetik, és ez így lesz hónapról hónapra. Viszontlátásra!